Halljunk szót, uraim! Szólok igazságot. Nem mondok én tréfát, csak is valóságot. Csak adjanak nekem egy kis szabadságot, hogy elbeszéljem itt a szent házasságot. Mikor Isten Ádámot teremtette, nem sokkal azután Évát melléje rendelte. Mert nem jó az embernek, ha egyedül van, ezért kell élni boldog házasságban. A férj legyen szorgalmas és dolgos, az asszony gyors és takarékos. Ne vesszenek össze minden csekészségen, csak éljenek boldogságban és békében. Ezt elmondani volt csupán szándékom, ezért hát beszédem íme most bezárom. Emeljük karunkat az ifjú párra! Sülteke hoztunk számtalan sokfélét. Mindenki köszönüljen meg jól a maga kését, nehogy kicsordítsa a tányérja szélét. Sült csirke, rántott saj, rántott hús és matúr, etálnak tartalma érkek közt nagyú. Aki ezt nem hiszi, ne veszik belőle, zeneszóval visszük ki a régi temetőbe. Jó étvágyat kívánok! Halljunk szót, uraim! Egy kis köszöntőt mondanék. Amikor Noé apám Isten parancsára az üdvözön elől futott a bárkába, minden állatból és növényből egyet a víz elől a bárkájába mentett. De a legjobban mégis akkor cselekedte, mikor azt a tőkét a bárkába mentette. Mert neki köszönhetjük, hogy a jó bort ismerjük, amiből a szívünk vidámságát merítjük. Rajta hát, uraim, töltsünk a pohárba, ígyunk Noé apánk emlékére máma. Elrabolták a mennyasszonyt, és bizony-bizony megvan az ára annak, hogy visszakerüljék a bőlegény urunkhoz. Kedves a rabló uram, mondja meg a feltételeket. Nagyon kemény feltételek vannak. Eladó a asszony, és eladó a vőlegény!